Rég nem látott jó szériát fut a Molpix Szeged a nagy rivális Telekom Veszprém ellen. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 15 év után nyert idegenben a PIK 32-31-re. Áprilisban Debrecenben ugyan jobbak voltak a bakonyiak és megnyerték a Magyar Kupa fináliát, de a bajnoki döntő első felvonásán ismét szegedi siker született, 32-28-ra legyőzte a riválisát a Pásztor csapat. A visszavágót ugyan megnyerték a veszprémiek, de a bajnoki cím a Tisza partjára került májusban. Ősszel 5 góllal diadalmaskodott ismét idegenben a PIK, és a hétvégi derbi is 2 győzelemmel ért véget. Így az elmúlt 6 összecsapásból 4-en szegedi siker született, legutóbb erre 2007-ben volt példa. Az elmúlt időszakban átfordult a mérlegünk a Veszprém ellen, reméljük, hogy ez így lesz a jövőben is. Nem sokára jön a Magyar Kupa és a bajnoki döntő. Azért dolgozunk, azért edzünk, hogy a végén legyünk a legjobbak. A következő hétvégék a kupaküzdelmekről fognak szólni. Először a lengyel Wisla Plock elleni oda-vissza párharc következik, majd április első hétvégéjén a debreceni Magyar Kupa finálé. A Molpix Szeged ellenfele az elődöntőben a Balatonfüred együttese lesz.